Egyetlen pad árválkodik a Bogyiszlói Dunaholták partján, hamarosan azonban itt hatalmas fejlesztés kezdődik meg egy top pályázatnak köszönhetően. Van egy nagyon szép gyöngyszemünk, ez a Bogyiszlói Holtág, tulajdonképpen amelyre a településünk települt annó 800 évvel ezelőtt, és ennek a holtágnak a folyamatos rendbetétel az egy örökös célja a Bogyiszlónak. És a holtág egy bizonyos részének partszakaszának megerősítését célozza ez a pályázat, mert ezt elhabolja az uralkodó szélirány miatt a víz, tehát elfogy a sétány időről időre. Itt egy partvédelem, kotrás, csónakkikötők és a strandnak a felújítása, öltöző, vizes blokk, stb. Van ebbe a projekt célunkba. Hát ez egy nagy jelentőségű fejlesztés, ezt nagyon várjuk, hogy megindulhasson. A holtág rendbetételére, a strand kiépítésére 140 millió forintot nyertek. A polgármester azt mondja, ez a fejlesztés nagyon fontos a településnek, aminek turisztikai értéke is nő majd, hiszen a távolabbról, akár Budapestről érkező turistákat megfelelő minőségű szolgáltatással, vonzó környezettel tudják majd fogadni. Mi egy nagyon jó helyen, logisztikai nagyon jó helyen fekvő település vagyunk. Az M6-os, az M9, a Duna, közel van a szekszárdi borászatok, de a túloldalra való kapcsolat, tehát a bácsmegyei, régen azok, ugye mi oda tartoztunk. Pestpilis volt Kiskun vármegyéhez, tehát szoros kapcsolatban vagyunk a most túloldali településekkel. Ez mind olyan jó, a főváros mindössze másfél órára van bármilyen, akár egy színház is elérhető. Tehát az, hogy itt jól lehessen élni, ez nagyon fontos, és ebből a szempontból onnét érkező vendégeink is könnyebben elérhetik Bogyiszlót, és hát nem mindegy, hogy itt mit találnak, egy élhető holtágat, ahol rekreáció van, horgászni lehet, fürdeni lehet, és nem eutróf zöld algás víz, hanem egy normális vízminőség fogadja őket, ez egy nagyon fontos dolog. A községnek pedig a látképe, a panorámája, tulajdonképpen ez a tó. Bogyiszlón egy másik top fejlesztés is megvalósul, amivel szintén a település vonzereje nő. Több mint 40 millió forintból újítják fel a főutcát, a református templomtól a Becsei busz fordulóig. Van is miért fejleszteni ezen a településen, mert Bogyiszló sokkal több egy páratlan szépségű Dunaholtágnál. Számos értéket köszönhet Tolna megye és az egész ország a településnek. Több minden bekerült már a Tolna megyei értékek közé, így például a paprika, vagy éppen a bogyiszlói népviselet. Az Alföldről a Duna szabályozásakor a Dunántúlra átszakadt Bogyiszló népviselete szigetszerű néprajzi jelenség. Nem annyira színes, mint a sárközi, mégis igen egyedi. Hajdú Józsefné gondozza és varja a ruhákat. Alját megcsinálni készre, meg a derekát, és akkor ezt a ráncokat viszont így. Az asszony azt mondja, a szoknya elkészítése igen időigényes munka, mivel egyszerre csak egy tűvel lehet dolgozni. Szóval, mert ezt nem úgy vigyük eplisszérozni, hanem itthon gyúródeszkára felszögeljük ezt a derekát, és akkor így apródonként befűzni. Egy ilyen szoknyában van 50 szál biztos, amit vele kell dolgozni, és akkor levasalni. Hajdú Józsefné kinyitotta a kincses szekrényét, ahol őrzi a több mint 100 éves ruhákat, és miközben sorra vette elő a régi ruhákat, elmondta, milyen alkalmakkor viselték azokat. Azt is elárulta, hogy a röpikéből, mai nyelven blúzból két fajtát vartak Bogyiszlón. Ez biztos sehol, ez a röpikének mondjuk, mert ez egy, hát nem is tudom hány éves ez a röpike. Körülbelül mennyi? 150. Ha ünnep volt, a lányok budgyos ujjú fehér blúzt, fekete pruszlikot, kasmír szoknyát és 4 alsó szoknyát viseltek. Az asszonyok pedig selyem szoknyát, letűzött hosszú ujjú röpikét és az elmaradhatatlan kasmír kendőt húzták. A településen nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományőrzésre, a bogyiszlói népi együttesben megközelítőleg 30-an táncolnak. Az asszony azt mondja, méltán került be a bogyiszlói népviselet a Tolna megyei értékek közé. Örülök neki, hogy Bogyiszló is bekerül valahova, mert megérdemeljük, úgy gondolom.